Nyírbátor térségében a 2007-2013-as uniós ciklusban közel 78 milliárd forintos uniós támogatást hívtak le. Nyíregyháza, Kisvárda és Fehérgyarmat után a megyében negyedikként Nyírbogáton nyílt Széchenyi programiroda, amely 33 önkormányzatot és közel 1700 vállalkozást segíthet abban, hogy pályázati forráshoz jussanak a 2014-20-as ciklusban. Nagyon pozitívak a tapasztalatok. 1700 vállalkozást került a látókörünkben, mint működő vállalkozás Nyírbátor és térségében. Körülbelül 60-70 vállalkozással már személyesen felvettük a kapcsolatot, személyes interjúk, megkeresések, tájékozódás arról, hogy milyen segítségre van szükség, illetve milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. Ezek a tevékenységek folyamatban vannak, és reményeink szerint az év végére befejezzük a velük a személyes kapcsolatot is, értem ez alatt azokkal, akik ugye számításaink szerint potenciális kedvezményezettjei lesznek az uniós kiírásoknak. Az 1700 működő vállalkozás közül nem mind lesz sajnos az, de akit úgy látunk, hogy igen, azokkal minden személyesen kapcsolat fogunk tartani. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, az elmúlt évben elkezdték a térség gazdasági programjának kidolgozását. A programiroda segítségével a vállalkozások a korábbinál bővebb információt kapnak majd a pályázatokról. Reméljük, hogy pénz fog jutni a vállalkozásoknak az iroda közvetítésével. Az a célunk, hogy ha ide betérnek a vállalkozások, önkormányzatok, akkor információt kapnak a pályázati kiírásokról. A megyei közgyűlés elnöke az átadáson hangsúlyozta, a Széchenyi programirodák a terület és településfejlesztési operatív program forrásainak felhasználásában is segítséget nyújtanak majd. Szabolcs-Szatmár Bereg megye közel 90 milliárd forint támogatásban részesül a TOP keretből. Egy olyan hálózatról van szó, amely az országban mindenhol azonos típusú ellátást nyújt, illetve szolgáltatást közvetít a szolgáltatást igénybe vevők, vállalkozások, önkormányzatok felé egységes rendben, illetve egységes tájékoztató felületekkel. Mindenféleképpen azt jelenti, hogy az ország bármely pontján megközelíthető módon állnak ezek az irodák a rendelkezésre. Elsősorban pályázni kívánunk számára. Mindenképpen örülünk számunkra, hogy immár a negyedik iroda nyílik Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, és meggyőződésem szerint a TOP-pal is jól együtt tudnak működni majd a Széchenyi programirodák, illetve az irodai hálózat. A nyírbogáti Széchenyi programiroda hétfőnként 8-tól 17 óráig, péntekenként pedig 8-tól 14 óráig várja az érdeklődőket.